Önök a Zemplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Új sportcsarnok épül a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának. Egyetemi képzés sátoralja új helyen, már a tábla is kikerült a Kossuth gimnázium falára. Nevelőket díjaztak sátoralja új helyen. 1,2 milliárd forintból épül fel Sárospatakon a Református Kollégium gimnáziuma új tornacsarnoka. Ennek alapkövét helyezték el ma ünnepélyes keretek között. A beruházás június 16-án kezdődik, és várhatóan 2018. április 30-ára be is fejeződik a több mint 3000 négyzetméter alapterületű sportkomplexum építése. Itt az iskolakertben kap majd helyet a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma sportcsarnoka. Az 1,2 milliárd forint összértékű beruházásból mintegy 800 millió forintot három egykori sárospataki diák, Váberer György, Sándor József és Dercó István biztosította az intézmény alapítványa számára. Ünnepélyes keretek között helyezték el ma a sportkomplexum alapkövét. A 3183 négyzetméternyi alapterülettel rendelkező épületben 1218 négyzetméternyi küzdőtér, 850 fős lelátó, valamint öltözők, felszerelt edzőtermek is helyet kapnak majd. 45 évvel ezelőtt itt kezdtem a tanulmányomat Sárospatakon, és ebben a tornacsarnokban tartottuk az edzéseinket, de ezt a tornacsarnokot 150 évvel ezelőtt építették. Akkor is az első volt, most azt gondoljuk, hogy egy korszerű tornacsarnokot építenénk, ami most is talán akkor a legmodernebb lesz és a legelső lesz ezen a környéken. Úgyhogy ez elég meggyőző, hogy egy ilyen nagy hírű iskolának legyen egy igazán hozzáméltó sportolási lehetőség a diákok számára. Hát alapvetően a helyi lokálpatriotizmus, ami megnyilvánul bennem. Elsősorban sárospataki lakosként, másodszorban a gyermekeim mindkettő ide járt, illetve a kicsi még most is ide jár, és igazából maradandót hagyjunk magunk mögött az utókor számára. A gimnázium igazgatója elmondta, másfél éves előkészítő munka eredményeként a tényleges építkezés is elkezdődhet július 16-ával. Ez egy multifunkcionális létesítmény lesz. Elsősorban egy szabványkézlabda méretű pályával, küzdőtérrel fog rendelkezni, 850 férőhelyes lelátóval, 6 öltözővel, 6 vizes blokkal, orvosi szobával, 110 négyzetméteres konditeremmel, és két motoros fal keresztbe három részre tudja osztani a küzdőteret, annak okán, hogy egyszerre három testnevelés órát tudjunk lebonyolítani benne. Az intézmény ezzel együtt jelentőset lépett előre a térség minőségi oktatásában. Én nagyon örülök neki, hogy itt a volt pataki öreg diákok között azok, akik megengedhetik maguknak, mert sikeresek az életben, azok a pénzükből igen jelentős tételeket arra szánnak, hogy azt az alma mátert, amiben ők is felnevelkedtek, azt még szebbé, még jobbá a jelenlegi diákok számára is egy igazi versenyképes iskolává tegyék. Örömteli az, hogy a volt pataki diákok, diáktársaim, akik ma tehetős vállalkozók lettek, hogy nem felejtették el az ősi alma mátert, a régi gimnáziumot, ahol egykor együtt koptattuk a padokat. Bízom benne, hogy egy olyan vonzó pontja lesz Sárospataknak és a Református Gimnáziumnak, amely tovább segít minket abban, hogy azt az iskolavárosi címet, rangot, amelyről sokat szoktunk beszélni, és nagyon sokat büszkélkedünk rajta, ez tovább növelje majd a városnak és a gimnáziumnak, magának a kollégiumnak a hírnevét. A sportkomplexum várhatóan 2018. április 30-ára készül el. A Sátoraljaújhelyi Egyetemi Oktatás helyén a Kossuth Lajos gimnáziumban táblaavatót szerveztek. Az iskolában képzik majd a Miskolci Egyetem Sátoraljaújhelyi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központjába jelentkező védőnő, gépész informatikus alapszakos hallgatókat. A jelentkezési adatok alapján mindkét szakon elindulhat az oktatás, pontos számok a júliusi ponthatárok után alakulnak. A
A tábla a Kossuth Lajos gimnázium falán azt jelzi, ami a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat és a Miskolci Egyetem közös munkájának eredménye, egyetemi képzés indul a városban. Az Oktatási Kormányzat Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiája adta lehetőséget, hogy egy Sátoraljaújhely méretű településen is lehetőség legyen egyetemi oktatásra. A város maga jelentkezett a lehetőségre, segítve ezzel a folyamatot, hangzott el a mai táblaavatón. Bízom abban, hogy ez a két évfolyam elindul, aminek folyamatos utánpótlása lesz, mert hogy híre fog menni, hogy új helyben a Miskolci Egyetem jelen van. És az is jelenti, hogy az igazi cél elérhető lesz, a fiatalokat itt tartsuk a városba a főiskolai képzés alatt. A Miskolci Egyetem bátran vállalta az úttörő szerepét az oktatásban, így volt ez a duális képzés megvalósításában is, amelyet még a kormányzati szándék előtt elindítottak. Az idei tanévben is több olyan hallgatójuk van, akik cégeknél, vállalatoknál már állásban vannak, de emellett nappali rendszerben tanulják a gépész szakma valamely ágát. Több mint 120 hallgatónk duális képzésben tanul, és több mint 100 vállalattal van szerződéses kapcsolatunk. Ez a két szám talán jól mutatja, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk az új utak keresésében és az új utak tanulásában. Az egyetem és a képzést indító két érintett kar két tanév során tájékoztatta a leendő hallgatókat a KFKK-król. Már akkor hangsúlyozták, hogy az itt tanuló diákok teljes jogú hallgatói lesznek majd a Miskolci kampusznak, jó tanulmányi eredménnyel ösztöndíjra jogosultak, szociális támogatást igényelhetnek, emellett pedig csak ebben a képzésben résztvevők külön ösztöndíjat is kaphatnak. Azok a hallgatók, akik teljesítik azokat a krediteket, amit az előrehaladáshoz teljesíteni kell, és azt a minimális tanulmányi eredményt, átlagot el tudják érni, ami szükséges ahhoz, ez a pályázat ösztöndíjat is biztosít számukra. Tehát én azt gondolom, hogy még anyagi értelemben is megéri itt tanulni, túl azon, hogy a nyelvoktatást, a szükséges, vagy ha szükséges felzárkóztatást is ugyanúgy fogja ez a pályázat támogatni és finanszírozni, tehát ténylegesen jelen lesz itt az egyetem. A Sátoraljaújhelyi képzések közül az országosan is új védőnő levelező szakra 70-en, a duális képész képzésre 21 diák jelentkezett be. Képzésük helye a Kossuth Lajos gimnáziumban lesz. Sátoraljaújhelyen a nevelési oktatási intézményekben dolgozókat köszöntötték pedagógus nap alkalmából. A jeles ünnepen adták át a város nevelői díját, amelyet idén a Deák úti általános iskola gyógypedagógusa Kelement Zsoltné kapott meg. Ezentúl arany, gyémánt és vasdiplomás tanárokat, tanítókat és a Sárospataki tankerületben dolgozó nevelőket is köszöntötték. Mi a siker egy pedagógus és mi egy tanítvány életében? Erről beszéltek a Sátoraljaújhelyi Városi Pedagógus Napon. Soltész Miklós államtitkár, aki a 8 ország egy nemzettábor vendégeként érkezett Sátoraljaújhelyre, de itt tartózkodása alkalmat adott számára, hogy a helyi nevelőket is köszöntse. Mind a mellett a sok-sok tárgyi tudás mellett, amit teljesen érthető módon meg kell követelni a gyermekektől, át kell adni a gyermekeknek, fiataloknak, de hogyha a pozitív mintát, nemzetre nevelést, hazaszeretetre való nevelést, közösségre való nevelést, családi életre való nevelést tudnak átadni, akkor nagyon nagy mértékben változik meg ennek az országnak az élete, és sokkal sikeresebb, ha szabad ezt a szót használni, lesz az a munka, az a feladat, az a hivatás, amit önök meg fölvállaltak. Fontos, hogy a megfelelő tárgyi tudást megszerezzék a diákok, de talán ettől is fontosabb, hogy a nekik való szakmákban, foglalkozásokban boldoguljanak. Az ehhez vezető út megtalálása az igazi siker, mondta egykori pályatársainak a város polgármestere. Azt gondolom, sikeres akkor valaki azt a munkát végzi, amit kívánt magának, jól végzi, és egzisztenciálisan nincsenek problémái, családja van, jól érzi magát, van ideje a kikapcsolódásra, a rekreációra, és jól érzi magát azon a településen, ahol él. A város nevelői díját Kelement Zsoltné Farkas Andrea kapta idén. A Deák úti iskola sajátos nevelésű igényű gyerekekkel foglalkozó intézményének tanára a gyógypedagógiai szakma elismerésének is tartja díját. Nagyon fontos az is, hogy a kollégák is elismerik azt, amit mi
végzünk, hiszen a gyógypedagógia eddig nem volt egyáltalán a figyelem középpontjába. Nagyon örülünk neki, hogy most már felfigyeltek az itt végzett munkára is. Elismeréseket vehettek át a Sárospataki tankerületben dolgozó állami iskolák nevelői. Miniszteri elismerést kapott Kovácsné Soller Ilona és Váradi Viola tanárnők. Emlékérmet vehettek át a Kazinci iskola más nevelői, többek között azok, akik több éves szolgálat után búcsúznak el a katedrától. Örülök is, meg egy kicsit félek is, meg gondolom, hogy fog hiányozni nagyon az iskola, de nagyon szerettem csinálni, és még egyszer mondom, hogy újra kezdeném, akkor megint ide mennék. A pedagógusi munkát csupán abba hagyni lehet, befejezni soha, és hogy ez igaz, arra bizonyíték, hogy az 50-60-65 éve végzett tanárok diplomájuk megszerzése után több évtizeddel is szívesen emlékeznek munkájukra. Őket is köszöntötték ezen a napon. A nemzeti összetartozás gondolatát a Sárospataki Árpád vezér gimnázium egy teljesen új oldaláról közelítette meg. Tematikus nap keretében ugyanis a térségben élő svábok történetével, hagyományaival és értékeivel ismertette meg a diákokat. Az intézmény igazgatója szerint ugyanis az ehhez a nemzetiséghez tartozók is vitathatatlanul sokat tettek az elmúlt évszázadokban Magyarország fejlődéséért. A Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban egy rendhagyó történelem óra keretében a hercegkúti svábság történetét ismerhették meg a fiatalok. Ezt irodalmi műsor követte, majd pedig a sváb hagyományokkal ismerkedhettek meg a tanulók a nemzeti összetartozás jegyében. A nemzeti összetartozás napja az a határon túl élő magyarság, illetve a trianoni határokon belül élő magyarság összetartozását erősítő gondolat eredményeként született meg. De mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság fogalma az azért egy eléggé tág fogalom. És ezért gondoltuk azt, hogy a magyarországi nemzetiségieket is megmutassuk a diákjainknak, és nyilván Sárospatak környékén szétnézve adta magát az a gondolat, hogy a magyarországi svábságot állítsuk példaképként a felnövekvő generáció elé, hiszen ők is körülbelül 300 éve lassan, hogy környékünkön élnek, és ahogy az előadásunkban is hallhattuk, életüket, tudásukat adták azért, hogy ez a magyar haza jelenleg is létezzen, működhessen, és a sok-sok történelmi nehézség ellenére is meg tudta állni a helyét. Gyökerek kutatása az mindenképpen hozzátartozik az életünkhöz. Gyökerek nélkül az ember elvész, és én nem feltétlenül a svábság gyökereit akartam bemutatni, hanem fölkelteni az érdeklődésüket abba az irányba, hogy kutassák, hogy honnan, kiktől származnak. Ismerjék az elődeik történetét, történelmét. Stumpf Bálint, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ennek kapcsán röviden össze is foglalta azt, hogy mit is tekintenek ők örökségnek, amellyel az összetartozás szellemiségét erősítették az elmúlt évszázadokban. Elsősorban a tisztességes munkát, a munkaszeretetet, a egymás megbecsülését, értem alatta, hogy nem csak a mi nemzetiségünkhöz tartozó emberek megbecsülését, hanem az egész országba, az egész Kárpát-medencébe, az egész világon élő emberek megbecsülését, szeretetét. A tematikus nap kapcsán filmvetítés keretében a Málenki robotra elhurcoltak történetét is megismerhették a fiatalok. Taroltak a zempléniek a megyei első segélynyújtó versenyen. Ózd utcáin életű baleseti szituációk megoldásával kellett megmutatni szakmai ismereteiket a versenyző csapatoknak. Az általános iskolások korosztályában a sátorajaújhelyi Petőfi Sándor református általános iskola győzött, második helyen a Sárospataki református általános iskola diákjai végeztek. A Sátoraljaújhelyi Református Általános Iskola a Magyar Vörös Kereszt bázis iskolája. A diákok ehhez méltóan szerepeltek a megyei első segélynyújtó versenyen, és megszerezték korcsoportjukban az első helyezést. A tanulóknak élethű szituációkat kellett megoldaniuk. Volt újraélesztési feladat, de különböző sérüléseket is el kellett látniuk. Sok volt a szituáció, amikor ilyen hétköznapi helyzetekbe, hogy állnánk ki magunkért, és hogy tudnánk segíteni. Igazából erre voltak kíváncsiak, hogy egy adott helyzetben mennyire tudunk fellépni, ki mennyire tud határozott lenni, és miket tud ellátni az embereken.
A diákok szakköri keretek között tanulják az elsősegély nyújtási ismereteket. A győztes csapat tagjai közel egy éve vesznek részt a foglalkozásokon, melyet Mészáros Csaba, az oktatási intézmény igazgatója vezet. Amikor én átkerültem ide a református iskolába, tehát azon az éven kezdeményeztem azt, hogy az intézmény is a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztnek legyen a bázis intézménye. Ez egyrészt azért is volt fontos, mert nagyon sok programot tartalmaz maga ez a bázis iskola program. Többek között tudunk véradást szervezni, megtanítjuk a gyermekeket elsősegélyt nyújtani, illetve különféle életmód tanácsadásokkal látjuk el az ifjúságot. Tehát ezért is tartottuk ezt fontosnak, de a legkiemelkedőbb téma ez benne mégiscsak az elsősegélynyújtás, hiszen, mint ahogy mondtad is, hogy versenyekre is járunk rendszeresen, és nagyon sok szép eredményeket érünk el. A tanítványaink nagyon szeretik ezt az egész foglalkozást, nagyon nagy kedvel vesznek rajta részt ezeken a felkészítéseken. A felső tagozatosok mellett már az alsósok körében is népszerűek a tanórán kívüli foglalkozások. Ráadásul a gyerekek már azt is felismerték, hogy az elsősegélynyújtási szakkörön fontos ismereteket sajátítanak el, és így szabadidejüket is hasznosan töltik. Bármikor előfordulhat az utcán, az iskolában egy olyan szituáció, amikor az általuk elsajátított tudást hasznosíthatni tudják. Nagyon fontosnak tartaná a Vöröskereszt, hogy iskolai tanórák keretében tanítsák az elsősegélynyújtást, hiszen lehet, hogy csak egy apró mozdulatnak az ismeretével már életet menthetnek a fiatalok. Az újhelyi református iskola a megyei első helyezésével azt a jogot is megszerezte, hogy megyénket képviselje az országos elsősegélynyújtó versenyen. A Mózesné Nagy Mária által vezetett sárospataki kisrefis csapat is szépen szerepelt a megyei versenyen. Ők második helyezést értek el. Megkezdődött azoknak a nyári szakmai táboroknak a sora, amelyet a Művelődésháza szervez évről évre a tárgyalkotó műhelyei számára. Idén a foltos pillekőr volt az első, amelyik a tagok szakmai fejlődése érdekében tárgykapukkal várta a résztvevőket. A közművelődési intézmény határokon átnyúló kapcsolatainak köszönhetően idén Nagybányáról is érkeztek foltvarrók. A Sárospataki Művelődés Háza legfiatalabb tárgyalkotó műhelye, a foltvarrással foglalkozó foltos pillekör. Minden nyáron szakmai tábor keretében igyekeznek elsajátítani ennek a technikának a fortéjait. Így van ez ebben az évben is, hiszen a közművelődési intézmény szervezésének köszönhetően újabb közös munkára van lehetőség. Minden évben ezt a néhány nyári napot arra használják, hogy új technikát sajátítsanak el, és esetleg olyan új munkafolyamatokat végezzenek, amelyekre az évközi munka alkalmával nincs idő. Mindenképpen fontos dolog, hogy ahogy a helyszínből is látjuk, itt a munkaeszközök folyamatosan rendelkezésre állnak, és így gyakorlatilag egyik nap folyik a másikba, és ez a tevékenység folyamatosan zajlik. Másrészt pedig kiváló lehetőség arra is, hogy a kapcsolatok akár a köri tagok között, egymás között, akár a máshonnan meghívott vagy résztvevő tagjaink között erősödjön. Így például nem csak az ország másik feléből érkező foltvarrókkal, hanem például a határon túli nagybányaiakkal is erősödhet ez a kötelék. Az az igazság, hogy nálunk nem működik ilyen szakkör nálunk. Nem is nagyon tudok azon a környéken, aki foglalkozna vele. Nem, tehát ez egy teljesen új dolog volt számunkra. Azért mondom, hogy számunkra, mert a netten most már minden elérhető, de konkrétan kézzel fogható dolog az nem volt. De mikor a tavasszal a sárospatakiak eljöttek a kiállítással, akkor aztán mindenkit megfogott ottan. Mindenkinek nagyon tetszett, és akkor igazán kattantunk rá, hogy valóban, ha valaki meg tudja nekünk ezt mutatni, akár egy tábor keretén belül is, nagyon örvendenénk, és azért éltünk a lehetőséggel a meghívásnak. A foltvarrók táborát hamarosan a többi, a Művelődésháza keretei között működő műhely nyári összejövetele követi. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Új sportcsarnok épül a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának. Egyetemi képzés sátoralja új helyen, már a tábla is kikerült a Kossuth gimnázium falára.
Nevelőket díjaztak Sátoraljaújhelyen. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Frissírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!